Csak nem fél év szünet után újra nyitott a moszkvai nagyszínház. A hírneves Bolsoj a koronavírus járvány terjedése miatt, mint a többi kulturális intézmény is márciusban volt kénytelen bezárni. Most hosszú és alapos előkészületek, valamint közegészségügyi előírások betartása mellett tarthattak ismét előadást a patinás épületben. A nézők testhőmérsékletmérés után szájmaszkban minden második széken foglalhattak helyet. A Bolsoj 245. évad a Verdi Don Carlosával kezdődött meg vasárnap Anna Netrebko főszereplésével. Sokan rengeteget fáradoztak azért, hogy ez az előadás létrejöjjön, nyilatkozta az orosz-osztrák opera szoprán. Nagyon boldogok vagyunk, hogy újra a Bolsoj színpadára léphettünk, tette hozzá. A moszkvai nagyszínház első balett előadására sem kell már sokat várni. Az utolsó simítások, mozdulatok, lépések finomítása zajlik a próbateremben. Szeptember 12-én a Don Quixote-t viszik színre a művészek.